Nagy szeretettel köszöntöm a Kávéházi Rendezvú nézőit, ezúttal vendégem itt a beszélgetésben Helyma Józsefné Marika. Szeretettel köszöntelek. Ő a Garay János Gimnázium igazgatója most még, egészen ugye augusztus végéig. 15 évet töltöttél el ezen a poszton, ezen a pályán, már így igazgatóként. Hogy vége? Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm a kedves meghívást. Igen, valóban augusztus közepével lejár a mandátumom, és nyugdíjba is vonulok. Gyakorlatilag én ezt már pár évvel ezelőtt eldöntöttem, és megmondom őszintén, hogy készültem is az elmenetelre. Az életemet is úgy alakítottam, hogy beleférjen ez lelkileg is, és gyakorlati szempontból is. Ne szaladjunk még ennyire előre, mert hogy nagyon érdekes a te pályád. Történelem, német. Szakos tanár vagy. Hogyan indult ez az egész? Hát az egész úgy kezdődött valamikor még egy kis település általános iskolájában, a Várdombi általános iskolába. Oda jártam, és ott olyan pedagógus sokkal találkozhattam, meg is mondhatom a nevüket, Dér Istvánné Mária néni, annak idején az ő férje Dér István, aztán Vilmos Józsefné Teri néni, akik olyan például szolgáltak nekem, hogy én már akkor eldöntöttem, még általános iskolás koromban, hogy pedagógus leszek. Pontosan milyen szakon, azt nem tudtam, a történelem mindig nagyon érdekelt, és aztán folytattam a tanulmányokat a Bátaszéki gimnáziumban, ami akkor még nagy község volt. Na, szuper! Akkor ismerjük is a helyzetet, tehát akkor mi Bátaszéki gimnázium, akkor még nagy község volt, még nem is második Géza gimnázium volt, hanem csak Bátaszéki gimnázium, és ott ez csak megerősödött bennem, és akkor ott már a szakok is körvonalazódtak. Német történelem szak lett belőle, ugye a németet valamilyen szinten otthonról is hoztam, de hát az a tájnyelv volt, és akkor hozzátanultam nagyon-nagyon sokat. A történelem iránti érdeklődés mindig megvolt, és itt is, hadd említsek meg mindenképpen két olyan pedagógust, akik nekem nagyon sokat segítettek. Egyáltalán abban, hogy egy kis gimnáziumból valaki a legjobbak közé kerüljön, hiszen amikor én pedagógus pályára jelentkeztem, 30 jelentkeztek német történelem szakra, ugye ez még bőven a rendszerváltás előtt vagyunk, és a német nyugati nyelv volt, úgynevezett, és sokkal kevesebbet vettek fel. A lényeg az, hogy a 30-ból kettőnket vettek fel német történelem szakra. Hol volt? Ez Pécset volt, Pécset kezdtem én. És ebben Sőn Mária tanárnő, aki a gimnáziumnak egy oszlopos német tanára volt, mai napig Hajósnak az elhivatott kutatója. Fodermeier Vilmosné volt a történelem tanárom, ő a történelem szeretetét csak még inkább megerősítette bennem, és Sümegi Erzsébet volt az osztályfőnököm, annó ő matematika-fizika szakos volt. Úgyhogy ők segítettek tulajdonképpen a pályára annak idején, és így választottam a pécsi főiskolát, akkor még főiskolai rangban volt. Pécs után hova vitt az utad? Pécs után azonnal az ELTE következett, történelemből szereztem meg az egyetemi végzettséget, és közben már tanítottam is, és elkezdtem a pályát. Furcsa módon ott, ahol érettségiztem, a Bátaszéki gimnáziumban kezdtem, 1983-ban, tehát pontosan 40 éve, és éppen így az irataimat rendeztem otthon az elmúlt napokban, és megtaláltam az esküokmányomat, mert akkor még ilyen is volt, amikor elkezdtük a pályát 40 évvel ezelőtt, és nagyon nagy örömömre a kollégák kollégaként fogadtak vissza. Tehát többen akkor is megkérdezték, hogy nem furcsa visszamenni, hiszen 4 év választott el az érettségi bizonyítvány és a diploma megszerzése után, és nem volt furcsa, mert kollégaként fogadtak, és egy kis tantestület volt, most ugye egy 46 fős Garaishoz képest az akkori 15-16 fős tantestület, jó néhány fiatallal, tehát jó néhányan voltunk, 4-5-en, ami azért a tantestületnek már az egyharmad részét jelentette, akik abban az időben végeztek.
és hát egy nagyon, nagyon jó kezdés volt, és mind a mai napig nagyon nagy szeretettel emlékszem az ott töltött évekre. Mennyi időt töltöttél ott? Hát igazándiból 4 aktív évet, mert aztán születtek a gyerekeim, és 2 gyermekem van, és 87-ben és 90-ben születtek, és így 9 éven át voltam összességében a gimnáziumban, amiből 4 aktív év volt, és aztán 92-ben, hiszen férjem akkor már Heyman József a Garai János gimnázium tanára volt, és akkor Szekszárdra költöztünk 90-ben, és akkor én már nem mentem oda-vissza a Gyes után a Bátaszéki gimnáziumban, hanem itt az Ady Endre középiskolában tanítottam. És ott mennyi időt töltött? Ott 6 évet, és nagyon-nagyon jó volt, nagyon szerettem ott tanítani, ott egy nagyon jó tantestületi közösség volt, szintén bár kicsit furcsa volt úgy belecsöppenni a nagy tantestületbe, ugye a bátaszéki után, de azért az is jó volt, hogy 5 év elválasztott a bátaszéki éveket követően. És az Adiban is, és nagyon jó diáksereggel dolgozhattam, és ezt most is el szoktam mondani, hogy akkor a szakközépiskolai osztályokban mindig volt nyelvvizsgásom, mindig volt OKTV-n, második fordulóban jutottam német nyelvből, felső és középfokú nyelvvizsgás, ugye akkor indult ott a 6 évfolyamos képzés, jó néhányan köszönhetik neki ennek a képzésnek a diplomájukat is, tehát egy nagyon jó hangulatú iskola volt. Jó is, hogy ezt kiemelted egyébként, mert még mindig van egy ilyen sztereotípia azért a szakiskolásokkal, mert akik nem gimnáziumban, hanem valami szakmai úton szerzik az érettségiüket. Akkor is meg volt ez? Akkor talán még erősebben? Igen, talán akkor még erősebb volt, hiszen a gimnáziumoknak a 90-es évek elején nagyon-nagyon erős volt a szerepük, de ezek az úgynevezett világbanki osztályok voltak, ahol akkor indult el a nyugati nyelv. A tanítása, és nagyon fontos volt a német szak. És ezt követően? Ezt követően kerültem a Tolna megyei önkormányzathoz 1998-ban és 2005-ig. Tehát úgy általában mindenhol olyan 7-8 év volt, a Garai a kivétel, ahol azért 18 év volt összesen, a többi helyen olyan 7-8 év volt. De közben én már elkezdtem váltani, úgy mindig szerettem volna a nyelvről is többet tudni, és elkezdtem tolmácsolni, fordítani az iskolai feladatok mellett, aztán félállásban dolgoztam már az Adiban, mert annyi munkám volt. A tolmácsolásnál kinyílt a világ, tehát nagyon sok helyütt tolmácsoltam, konferencia tolmácsolásot is vállaltam, és nagyon sokat jártam külföldön nyilván, különböző helyzetekben, a katasztrófavédelemtől kezdve a szociális intézményeken át az oktatásig, nagyon-nagyon sok területen, turizmus, tehát nagyon-nagyon sok területen tolmácsoltam, és nagyon-nagyon szerettem. És akkor ezt követően jött a Garai Gimi? Ezt követően jött a Garai János Gimnázium, így van. Ugye ott felszabadult egy igazgatóhelyettesi állás, mert az akkori igazgatóhelyettes nyugdíjba vonult, és Lemle Béláné, az iskola akkori igazgatója, már azzal a céllal hívott oda, hogy ő rövidesen nyugdíjba vonul, és szeretné, hogyha átvenném majd a stafétabotot, ami aztán meg is történt ugye 2008-ban. De ez megint egy jó váltás volt. Azon ettől függetlenül azért meg a tolmácsolás valamilyen szinten megmaradt, most is azt szoktam mondani, hogy ez a rekreáció, de nyilván hát azért nagyon oda kell figyelni, hogy az ember azt a nyelvi szintet tudja magáénak, de egyébként nekem az a vélemény, ha valaki nagyon magas szinten elsajátított egy nyelvet, azt nem tudja elfelejteni. Tehát egy fél nap alatt, vagy egy nap alatt, én is, hogyha hosszabb ideig nem tolmácsolok, akkor azért egy nap kell, de aztán utána újra visszarázódik minden. És milyen volt a kezdet a Garai gimnáziumban? Azért ez egy ikonikus gimnázium, főleg ugye itt a megyében, de országos szinten is kiemelkedő eredményeket értetek el. Azért ott van, lehet, hogy van az emberben egy ilyen kis druk, hogy ott úgy oda kell tenni magát. Vagy miért? Igen, ez ebben igazad van, így van. Nem volt egyszerű, hiszen a férjem már 87 óta, ugye akkor 18 éve a gimnáziumban tanított, ismert és elismert tanára volt az intézménynek, és hát nem
volt könnyű talán a döntésem, hiszen mind a négyen akkor oda jártunk, tehát a lányaim kicsit félve is fogadták, őszintén megmondom, nekik mondtam meg utoljára, hogy mielőtt már bemutatkoztam a tantestületnek, előtte való nap szóltam, hogy most hát akkor én is garaista leszek, és egy évig mind a négyen, hát nem örültek. Megmondom őszintén, nem örültek. Nagyobbik azt mondta, hogy hát ezt az egy évet már csak kibírom valahogy, mert ő akkor éppen 12-es, tehát végzős lett. Hát a kisebbik lányom ugye el volt keseredve, de aztán igyekeztem úgy dolgozni, hogy ez ne okozom problémát. Nyilván, és amit szerintem én fontosnak tartok egy vezetőnél is, hogy ki kellett vívnom a tantestületnek az elismerését. Tehát azt, hogy fel tudjanak nézni az igazgatóra, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hiszen én még abban a helyzetben voltam igazgatók, amikor mind a három alkalommal a tantestület véleményt mondott a személyről is, illetve az intézményvezetői pályázatról. És nekem az adott egy nagyon nagy örömet és erőt, hogy mind a három alkalommal, közel az első alkalommal belém vetett bizalmat kaptam. Tehát harmadik alkalommal sem kaptam kevesebbet, mint 2008-ban. Nyilván, amikor valaki kezd, akkor egy nagyobb bizalmat helyeznek belé, én úgy gondolom, és én ezt megtartottam 13-ban, második alkalommal és 18-ban is. És ez nagyon-nagyon sokat segített a munkámban, hogy mindig a tantestületet tudhattam magam mögött, és ez nagyon-nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy ezt ki kell vinni. Egy ilyen nagy gimnáziumban meg különösen. Az biztos, hogy sokat ad az embernek, hogyha van támogatottsága. Mik voltak azok az irányelvek, amik mentén te elképzelted az igazgatói munkádat? Volt-e ilyen elhatározásod, hogy mi az, amit szeretnél ott véghez vinni, és amit szeretnél megvalósítani? Hát mindenképpen a tehetséggondozásnak a fókuszba kerülése. Mindig is volt, nyilván, ahogy el is mondtad, a Garai gimnázium mindig egy neves gimnáziuma volt az országnak, és ezt még erősítettük itt az elmúlt 15 évben, mert a lehetőségek is adódtak. Mire gondolok itt az, hogy kialakult a tehetséggondozásnak az országos intézményi szervezete, hálózata, tehetségpontok alakultak ki, és az intézményünk is egy akkreditált, kiváló tehetségpont volt, ami segítségével sokkal könnyebben tudtunk pályázni. A Nemzeti Tehetségprogramnak a különböző pályázatait tudtuk megvalósítani, ami meg újabb innovációt jelentett az iskolában, tehetségtáboroktól kezdve a tehetséggondozó foglalkozásokon át, egészen addig, hogy 2017-ben Tolna megyében egyedüliként és a Dél-Dunántúlon és össze mindössze negyed magunkkal nyertük el a minősített tehetséggondozó műhely címet. Tehát amit köszönjük szépen, és tavaly ismételten, ugye 5 év fenntartási időszakot követően újra meg kellett pályáznunk, és a Nemzeti Tehetségközpont megerősítette a pályázatunkat. Vagyis gyakorlatilag mi koordináltuk nem csak a Garai gimnázium munkáját, hanem Tolna megyében is a különböző tehetséges gyerekeknek a munkáját segítettük, és ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy a diákoknak minél több lehetőséget adjunk, mert itt a 15 évben, ha úgy visszatekintek, csak nőtt a lehetőségek száma, tehát Erasmus Plus projektek, külföldre, Rákóczi Szövetség programjai, határtalanul például. Én arra büszke vagyok, hogy mi már a határtalanul programok előtt kértük az osztályokat, hogy a 6, illetve 4 év alatt egy határon túli területre jussanak el. Nem azt kértük feltétlenül, hogy 10 napos kirándulásuk tegyenek Erdélyben, de volt olyan osztályfőnök, aki a nyári szabadsága terhére ezt többször is megtette, hanem akár egy napos, tehát Révkomárom, vagy például Eszék, vagy Szabadka, tehát viszonylag egyszerűen megoldható keretek között. És aztán jött például a határtalanul program. Jöttek az infrastruktúra fejlesztések. Ugye az országban az elsők között létesült nálunk természettudományos labor, arra még te is emlékszel, talán hiszen tudósítottak, és ez még a legelsők között, tehát mindössze 12 iskolában volt akkor még ilyen labor. Aztán ugye az udvarnak a fejlesztés, az már tankerület támogatásával történt. És én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy mi itt Szekszárdon, jó páran, akik a kultúrának a közvetítői, hordozói, oktatás közvetítői, hordozói, összefogjunk. Nagyon jó kapcsolatunk alakult ki a sportszervezetekkel. Ugye a Szekszárdi Kosárlabda Sport
klubnak köszönhető az új kosárpályánk, ami 2017-ben létrejött. Vagy a vállalkozókkal. Én itt most itt az elköszönésnél azt tudom mondani, és ezt nagyon sokszor le is írtam, hogy bárhova fordultam, itt Szekszárdon mindig támogató kezekre leltem. Például így lett erőparkunk. Ugye a diákok számára ez is egy több mint 5 milliós projekt volt, ami csak szülői támogatásból jöhetett létre. Elég jól meg tudtátok akkor mozgatni, vagy meg tudtad mozgatni itt a közösséget. Mondjuk én azt láttam, hogy azért úgy nyomon követtem az elmúlt 20 éve foglalkozom televíziózásra, ugye láttam a 15 évet tulajdonképpen, és hogy egy elég jó közösségi, hát kicsit ilyen menedzser típusú munka ez. Tehát amellett, hogy tanár. Ez igen, ez így van, és én ezt nagyon szerettem. Tehát, hogy mindig új ötleteket lehetett hozni, illetve mindig azokat meg is tudtuk valósítani, akár a diákság felé lehetőségeket, a sítábortól kezdve, az evezőtáboron át, a különböző tehetségtáborok, határon túli kapcsolataink nagyon elevenek. Ugye az erdélyi Bátori Líceumban most már 10 évre visszamenőleg matek és történelem tehetség, egyszer nálunk, egyszer Torockon, tehát olyan történelmi helyszíneken is. Tehát olyan lehetőségek ezek a gyerekeknek, amiket még 15 év, 20 évvel ezelőtt, amikről csak álmodoztak. Jó is, hogy említetted, hogy úgy kinyílt a világ a 15 év alatt. 15 évvel ezelőtt milyenek voltak a gyerekek? És milyenek most? Jó kérdés, igen. Most nagyon nyitottak a világra, nagyon érdeklődők, és nyilván a lehetőségekkel jobban tudnak élni talán, mint 2008-ban. Most lehet, hogy azt mondhatnám, hogy 2008-ban még szabálykövetőbbek voltak, de gyakorlatilag most is szabálykövetők. Nagyon fontos nekik, hogy jó közösséghez tartozzanak. Én azt látom, hogy az még fontosabb lett, mint volt 15 évvel ezelőtt. Tehát a közösségi érzésnek a kialakítása az nagyon-nagyon fontos, és én is arra törekedtem, hogy jól érezzék magukat az iskolában. Tehát ne csak jó tanulmányi eredményeket érjenek el, hanem jól is érezzék magukat. Visszatérve a kérdés, milyenek még gyorsabbak, ügyesebbek, nyitottabbak, kedvesebbek talán. Igen. Nekem van egy 6 éves kisfiam, és így szülőként az a legnagyobb félelmem, hogy majd az a közösség, amiben ő tartozik, mindig az éppen az adott közösség, az mennyire lesz egy építő közösség. Tehát, hogy ő ne legyen céltalan, hogy ne kallódjon el. Nyilván az embernek szülőként ez a legfontosabb. És vannak olyan iskolák, ahol ez adott. Tehát, hogy van egy iránymutatás, hogy van egy közösségformáló, hogy van egy típusú nevelés, igen, ahogy tetszik. Igen. Én a Garait is ilyennek látom. Hogyan tudjátok ezt, annak ellenére, hogy tényleg nagyon nyitott a világ, és bármit csinálhatnak már a gyerekek, ugye ott a világháló, mindenkinél telefon, okosóra, minden ilyesmi. Hogyan lehet ezt ebben a világban navigálni, fenntartani, menedzselni? Hát sokszor nem egyszerű, mindenképpen kell egy hármas, tehát a szülő, a pedagógus és az iskolának az egysége és a harmóniája. Tényleg ez egy háromlábú szék, és csak akkor működik jól, ha van egy szülői háttér, ha meg tudunk mindent beszélni. Nagyon sokszor mi, személyesen az iskola vezetés, tudtunk segíteni a szülőknek, leültünk, megbeszéltük, hisz azért ezek a gyerekek nem csak a tanulásban szeretnének a legjobbak lenni, hanem sportban is, művészetekben is. És ez nekem még nagyon fontos volt, meg visszatérve egy órán előtti kérdésre kérdezted, hogy mit szerettem volna. Tehát mindenképpen az, hogy ne csak a tanulmányi eredmények legyenek a Garaiban, hanem legyenek jó sporteredmények, művészeti eredmények. Tehát, hogy diákok teljesedjenek ki. Lényeg a lényeg, hogy nagyon sokszor ahhoz, hogy ezt tartani tudják a gyerekek, hiszen ő bennük ez egy frusztrációt okozott, ha ez nem úgy megy, nem úgy. Le kellett ülnünk osztályfőnökkel, szülővel, adott esetben a sportegyesülettel is, és közösen megbeszéltünk, és mindig megtaláltuk a lehet. Nyilván van, amikor kellett az igazgatói segítség is, támogatás, de ez természetes volt, és ez csak úgy működik jól, hogyha az osztályfőnök, és a mester is tanítvány, én mindig ezt mondom, hogyha egymásra találnak, és az osztályfőnök is segíteni tudja az osztályát, intézményvezetés, tehát
nyilván egy olyan jó közösségi hátteret tud teremteni. Jó néhányan most egyébként többen vannak, akik külföldről jöttek vissza Magyarországra. És ilyen diákjaink vannak, hogy már német is, például német iskola rendszerben több évet eltöltöttek. És most érettségizett az egyik ilyen diákunk, és nagyon kiváló eredménnyel, és nem csak németből, és ő elmondta, hogy ő nagyon jól érezte itt magát, teljesen más közösség, mint amit ő Németországban megszokott, de be tudott kapcsolódni a munkába, és ugyanígy vannak jó néhány ilyen diákunk, van egyre több, tehát nagyon fontos az, hogy egy közösség milyen hatással van természetesen a gyerekre. Ugye nem csak a világ nyílt ki, nem csak a lehetőség lett több, a tananyag, a tanulmányi rendszer is megváltozott. Hogyan éltétek ti ezt meg, mi a véleményed róla? Hát igen, változott a tananyag sok tekintetben, a kompetenciák sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak. És én magam is erre kértem a kollégákat, hogy a lexikális tudásról, mint akár mint történelem szakos is, próbáljunk áttérni a kompetenciákon alapuló tudásra, hiszen a sokkal a gyakorlatiasabb szemléletre valóban, és ebben ugye én azt hiszem, hogy elindult az oktatáspolitika is részben, hogy hiszen előbb említettük, ott a mobiltelefon, pár perc alatt a legfontosabb évszámok, a legfontosabb tények lehívhatók. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy nem kell tudni, de az a nagyon alapos részletesség, amit akár történelemből, akár magyar nyelv és irodalomból, akár fizika, biológia, kémia tantárgyakból tanítottunk, az nem biztos, hogy egy általános képzéshez szükséges. Sokkal inkább az, hogy értse a szöveget, a tanulók szövegértése. Úgyhogy elképzeléseim voltak, hát azért én jobban átalakítottam volna a nemzeti alaptantervet, mint az 2020-ban sikerült, ezt őszintén még megmondom. Még jobban, így van pontosan. Szerzőkhöz, nevekhez, igen, például, igen. Nyilván nem mehetünk el a kérdés mellett, van egyfajta legalábbis országos viszonylatban hangosnak tűnő elégedetlenség a tanár társadalomban között. Ez nálatok mennyire érződött? Mit gondolsz erről? Hogyan állnak ehhez a kérdéshez a tanárok? Ugye nyilván mindig mindenki fejlődni szeretne úgy egzisztenciálisan, mint tudományban, vagy a szakterületén bárhol is dolgozik. Tehát ez mindenhol egy egészséges kívánalom. Nálatok ott a Garai Gimnáziumban ez hogyan? Hát nálunk úgy különösebben tehát nagy nyilvánosság elé került, elégedetlenség nem volt, azt kell mondjam. Sokat beszélgettünk mi, és azért nálunk ugye vannak neves tanárok, akik oktatáskutatóknak a véleményét is folyamatosan olvassák, és nyilván volt egyfajta vélemény a helyzetről, de mindig a tanulók szempontjait is előttük látták. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy mi érettségére készítettük a gyerekeket. Tehát arra nagyon odafigyeltek, hogy ne maradjanak el órák. Itt ugye a kimenet nálunk nagyon fontos. A tanulók 99%-a felsőoktatásban tanul. Ha itt most folyamatosan, ugye ősztől ugye láthattuk, hallhattuk, folyamatosan elmaradnak az órák, akkor ennek, ők ezt úgy gondolták, hogy ennek a diákok isszák meg pázi a levét. Tehát nyilván nekik is megvolt a véleményük, és nekik is megvan a véleményük arról, hogy mit kellene tenni. Mindenképpen, amiről beszéltem, és többször egyeztettünk mi a munkaközösség vezetőkkel is, és én is elmondtam a kollégáknak, hogy én hol látom a problémákat, és talán így elejét is lehetett venni sok mindennek. Az egyik az, hogy a nemzeti alaptanterven is, meg mindenképpen én úgy gondolom, hogy jó lenne változtatni. A másik természetesen az óraszám, ami ugye 22-26, tehát se nem 22, se nem valamilyen köztes megoldás. Ugye ebben most láttuk, hogy a pénteken elfogadták az úgynevezett státusztörvényt, hogy 24 órában meghatározták, és hát nagyon fontos a bérkérdés. Tehát ezt úgy gondolom, ezt a kormányzat is látja a pedagógus béreknek a rendezése, mert mi azt láttuk a gimnáziumi tapasztalatokból is, hogy 2013. szeptember 1-én, amikor elindult ez az életpálya modell, és volt egyfajta bérrendezés, elindult, akkor a gimnáziumból is megugrott a pedagógus pályán tovább tanulni szándékozók száma. Ez olyan 2015-16-ig ment, és amióta ugye eltérítették ezt a minimálbértől, azóta azért
csökkenő tendenciát mutat. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a Garai gimnáziumból és minél többen válasszák a pedagógus pályát. Egyébként nagyon fontos, amit mondtál, szerintem úgy minden szakterületen, nem csak a tanári pályán, hogy az ember, már hogyha egészségesen szemléljük ezt a dolgot, akkor elhivatott azon a területen, ahol dolgozik, és azt a célt nézi, amiért ő dolgozik. Most egy tanár esetében azt ugye nyilván, hogy az a diák, aki az ő keze által formálódik, az el tudja érni majd a céljait. Tehát ezt azért nagyon jó volt egyébként hallani, hogy van ilyen. És szerintem ebből van egyébként a több. Ez így van, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát erre szoktam én azt mondani, hogy a pedagógus pálya az nem egy foglalkozás, igen, hanem egy hivatás. Igen, és ezt így kell kezelni. Igen. Ha úgy visszatekintesz erre a 15 évre, mi volt az, ami mondjuk a legnehezebb volt? Volt-e ilyen? Nehezen éltél meg, ami úgy akár lelkiekben nehézséget jelentett? Hát volt azért nyilván, amikor úgy... Hát amikor azt láttam, hogy tehetetlen vagyok. Tehát az, hogy adott a helyzet, vagy egymás után olyan helyzetek alakulnak, hogy az ember nem tud tenni semmit. Tehát ezt el kell fogadni, és nincs lehetőség arra, hogy tegyen valamit. De ez főleg akkor volt, amikor adott esetben a diákokat érintő helyzetek alakultak. Én mindig arra is kértem a kollégáimat is, hogy meg magam is, iskolavezetést is, hogy ha gondok is vannak, azt oldjuk meg be az intézményben, és ne vigyük a diákok el, és én magam sem. A gondokkal és a problémákkal soha nem terheltem a pedagógus kollégáimat, hanem mindig azt lássák, hogy igenis van, megy a szekér, jó irányba megy, és valami pozitív képet sugározunk. Ez nagyon-nagyon fontos egy vezető részéről, hogy ő maga is támogassa a tantestületet, és ne keserítse el. És mi volt az, ami a legsikeresebbnek ítélsz a pályában, vagy a legörömtelibbnek, vagy a legpozitívabbnak? Hát, igen, hát több minden is volt. Nekem az volt itt a vége felé is, hogy úgy nézegettem a diákokat hétfőn reggel, amikor bejönnek. Hogy nyilván reggel ugye mi viszonylag korán is kezdünk, 7:40-kor, hát meg mindenki ugye hétvége volt, gondterheltem, mit hoz a hét, hogy lesz. És ugyanakkor nézegettem őket péntek délután, és az az öröm, vagy bármelyik nap délutánján többször mondtam nekik, hogy hát akkor itt nagy gond nem lehet, mégse olyan szörnyen szigorú ez a gimnázium, ha meg délután is mosolyogva tudtok elmenni. És nekem ez volt az egyik legnagyobb öröm, hogy azt láttam végig a 15 év alatt, hogy a diákok többsége nagyon szeret ide járni, és mosolyogva hagyja el az intézményt, és azt hiszem ennél több nem is kell. Új szakasz következik most az életedben, most is nagyon határozottan tudod, mint ahogy egyébként, amióta én ismerlek, ez szerintem nagyon jellemző rád, hogy határozottan tudod, hogy miután mit fogsz tenni, mi következik, és hogyan alakuljon az adott szituáció. Hova tartasz most? Hát most a családomhoz vissza, ha úgy tetszik, hiszen időközben ugye a gyerekeim egyetemisták lettek, aztán elvégezték az egyetemet, ők Szegedre jártak, és aztán Budapestre kerültek. Mind a ketten, ugye két lányom van, mind a ketten Budapesten dolgoznak, és családot alapított már a nagyobbik lányom, ott van két unokám, és hát ők nagyon-nagyon várják azt, hogy egy nyugdíjba menjek, és több idejük legyen, több időm legyen az unokáimra. Úgyhogy Budapest felé tartok, és igen. És el is költözöm, igen. Ez a költözés, ez nem okoz így nehézséget neked? Vagy milyen kilépni? Azért itt élsz már jó sok ideje. Igen, szexárban, erre kíváncsi leszek én is. De olyan két-három, hát azt hiszem, talán két éve, két és fél, hogy úgy a helyet is kiválasztottam. Tehát ahogy elmondtam itt a riport kezdetén, hogy én erre készültem, és úgy próbáltam, körüljártam azt a helyet, hogy mennyire tudnék én ott élni, és ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ez is egy újabb kihívás. Tehát az életemben szerettem a kihívásokat, hát ez is egy újabb kihívás. És sokszor mondtam már, ugye, amit a diákoknak szoktam mondani, akár ballagási vagy szalagtűzős beszédben, hogy az életnek bármelyik szakaszában meg kell találni az életnek a szépségét. Ez most rám is vonatkozik, hiszen egy új szakasz jön, és a feladatom az, hogy itt is megtaláljam a szépséget.
Hát én ehhez nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást. A nézőknek a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm szépen a lehetőséget.